Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a téli kerekeket fogom megtisztítani, amiket hát még ugye valamikor tavasz elején vettem le, és akkor szándékosan nem tisztítottam meg őket, hogy majd most mielőtt felrakom, hogy addig is hadd egye bele magát a kosz. A külső részén majd nem fog látszani a kerekeknek, de a belsőn annál inkább, hogy mennyire koszos. Viszont ilyen kis összehasonlító tesztet csinálok, most a móka kedvéért kivettem négyet a felni tisztítók közül. Az egyik, ez a Rütten nevezetű, hát mondjuk úgy, hogy az olcsó kategóriát fogja képviselni, majd az ADBL-nek a szállórosda eltávolítós felni tisztítója, a Dunkin' Biscuitnek a Blitz nevezetője, ez alkalommal teljes erősségébe fogom használni, nem felhigítva, valamint az Autofanatic Perfect Wheel Cleaning Foam nevezetű jól habzó felni tisztítót fogjuk megnézni, ez alkalommal kézipumpából. Mindegyiket fogom használni a gumitisztítására is, valamint hát Kontrollnak, az RRC-nek a Tire and Rubber nevezetű gumi tisztítóját fogom használni, hogy megnézzem, hogy mennyi kosz maradt. Majd a végén, amikor minden le van tisztítva, akkor a Chemical Guys-nak a Hydro Slick nevezetű kerámiás viaszával fogom levédeni a felnit, és a gumikat pedig a Dunkin' Biscuitnek a Glitz nevezetű gumiápolójával. Úgyhogy kezdjünk is hozzá! Na hát ez többnyire lehozta a koszt róla, és a gumiról is szépen letisztította a szennyeződést, viszont még látszik, hogy maradt benne ilyen beleágyazódott kosz, úgyhogy majd azt majd a végén neki küldök valamelyik szállórosda eltávolítósból. Thank you.
Na hát ez is lehozta szépen a gumiról is, és a felniről is. Ezen is látok még néhány ilyen beleágyazódott koz, de kevesebbet, mint a rüttennel. Egyébként mind a kettőnek jó kis citromos illata van, így a Dunkin' Biscuit Blitznek, hogy nincs felhigítva, így még töményebb ilyen citrusos illata van, valamint sűrűbb is, ezért jobban fent marad a felületeken. Úgyhogy a kettő között hirtelen ennyi a különbség. Na tehát ő lesz az autófanatiknek a habzós felnitisztítója. A habosítóba tettem 25 ml-t a felnitisztítóból és 300 ml-t a vízből. Hát ez is szépen lehozott mindent, vagyis hát közel mindent, mert azt mondanám, hogy a gumiról, minthogyha nem hozott volna le annyit, mint a többi eddig, viszont érdekes módon a felni belsejéből még a lerakódott kátrányt is kitisztította, amit általában a sima felni tisztítók azért csak úgy nem szoktak, de van még ebbe is szemmel látható beágyazódott kosz. Értelemszerűen lehetne egyszerűen sűrűbbre is csinálni, ez most egy ilyen higítási arány volt, azért ez is jól habzott, és tényleg, tehát ahogy lehetett is látni, szépen tisztított is.
Na hát a felnépből magából ez is többnyire kihozta az összes szemmel látható, meg beleágyazódott koszt, még mintha lenne néhány kátrány folt itt-ott, amivel majd külön foglalkoznom kell. Valamint a gumiról is, mintha nem szedett volna le mindent teljes mértékben, de többnyire. Úgyhogy ez olyan is-is, a felnit magát gyönyörűen letisztította, a guminál volt egy kicsit hiányos a teljesítménye. Hogy az várható volt, a szállórosda eltávolító, ami most jelen esetben az ADBL-nek volt a felni tisztítója, amit ugye használtam is a utolsó kereken. Talált még ugye ezekből a beágyazódott szennyeződésekből bőven a Rüttem és a Dunkin' Biscuitbe körülbelül ilyen hasonló mennyiséget talált. Ahogy várható volt, kevesebbet talált az Autofanatic esetébe. Hát értelemszerűen a legutolsó meg nem próbáltam ki, mert ugye azzal tisztítottam. Úgyhogy most gyorsan még leöblítem még egyszer a kerekeket, aztán megszállítom őket. We'll be right back.
Na hát, el is készültem minden négy kerékkel, úgyhogy itt van az eredmény, tehát egyik fentisztító sem teljesített rosszul, mindegyiket nyugodt szívvel tudom ajánlani, csak hogy ha valami sorrendet kellene állítani, akkor a Rütten ugye az citromos illatú volt, ilyen enyhén citromos illatú, jól letisztította a felnit, maradtak még rajta azért beágyazódott koszok, a gumit is jól letisztította. Aztán a Dunkin' Biscuit Blitz valamivel jobban letisztította a felnit, a gumit is letisztította, töményebb citromos illata van, hogyha nincs higítva. Aztán az Auto Fanatic-nek a felnit tisztítója letisztította a felnit, még a kátrányt is lehozta róla túlnyomó részt. A gumin, mintha hagyott volna valamennyi kosz, de ugye ezt is lehet jobban higítani, vagy hát kevésbé higítani pontosabban. És a, hát itt sorrendben a legjobb volt ezek közül most, az ADBL-nek a felnit tisztítója, de hát ugye abban volt szállórozsda eltávolító, tehát azért mondom, hogy ez nem ilyen egyenrangú teszt igazából. A gumit azt sem tisztította le teljes mértékben, viszont a felniről rengeteg koszt lehozott. És ugye akkor a végén kapott még egy kis szárítás után egy kis Hydro Slicket a Chemical Guys-tól, hogy legyen rajta védelem a felnin, hogy kevésbé tapadjon rá a koszt, meg könnyebb legyen tisztítani. Valamint a gumi pedig egy Dunkin' Biscuit Glitzet kapott. Ezt a kettőt mindig keverem, hogy Blitz meg Glitz. Igazából mindegyiket nyugodt szívvel ajánlom, tehát az összes itt felsorakoztatott termék jó egyébként. Mindegyinek megvan az előnye, hátránya, akár árban, akár teljesítményben, de mindegyik jó. Szép eredmény lehetett elérni, szerintem szép a kerék. Legalábbis amennyire én akartam, annyira ponyó. Úgyhogy ezzel ez a videó véget is ért. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!